beszélgetünk egy kicsit a szeretetet jelképező virágokról, növényekről. Szeretettel köszöntöm Megyeri Szabolcs kertészmérnököt. Miket hoztál nekünk? Hát bevásároltam igazából a virágpiacon mindenféle gyönyörűségből. Hát előtte természetesen megnéztem az interneten, hogy milyen növényhez mit írnak. Na most azért azt látni, hogy ez nem egy exakt tudomány. Tehát sokan gondolnak bele virágokba sokfélét. Ugye az egyértelmű, hogy a vörös rózsa, azt mindenki tudja, hogy a lángoló szerelem. És hát akkor mindenhez különféle gondolatok vannak társítva. Mondjuk például a borostyán az azt mondják, hogy az már, amikor a, hát most ugye elbizonytalanodtam, mert hallottam itt a beszélgetésüket, hogy hát ugye a lángoló szerelem az ugye végig megmaradva az érdeklődés, nem is tudom, hogy már hogy fogalmazott, de hogy ugye azt írták, hogy hát akkor, amikor a házastársi szerelem átalakul már barátságá, meg ragaszkodásá, na hát ezt jelképezi a borostyán. Igazából, amit én még szoktam, hogyha mondjuk valakinek például a vörös rózsát viszek be, nem vagyok, nem az én érzéseimben, hanem mondjuk abban, hogy ez beválik ez a történet, akkor mondjuk én szoktam oldani mondjuk liliummal, és akkor a kettőt együtt, meg ugye manapság nem mindig lehet mondjuk piros rózsát kapni, vagyis hogyha piros rózsa, hogy illatos, piros is illatosan, de a lilium az ugye utána, amikor berakja a szobába, akkor nem érzi, mert jövés, de utána aztán minden kárpótol, tehát hogyha szeretnénk ugye sokáig benne maradni valakinek a fejébe vagy a szívébe, akkor ezt mondjuk lehet így. Mi a helyzet a kerti lehetőségekkel? Hát a kertben szoktak ültetni bokrot, fát, hogyha gyerek születik a családban. Mi a helyzet? Igen, mit érdemes? Vagy mi az, ami igazán szimbolikus értéke? Meg amire itt még próbáltam figyelni, hogy amiket hoztam, azokat jó esélye mi magunk is meg tudjuk nevelni otthon a kertben, akár Erdélyben, akár bárhol Magyarországon, és hát szerintem az a legfontosabb, hogyha ha valami is személyes, az is jó, hogyha megveszik a virágból, vagy hogyha leszedjük a réten, vagy mi magunk, mondjuk mondok egy példát, hogy a tulipánokat elültetjük szeptemberbe, és akkor mondjuk láttam már olyat, hogy hőszerelmes férfi, hogy a kirakta tulipánból mondjuk így a hőnepe nem ért, és az márciusban hajt ki, tehát arra aztán el nem lehet azt mondani, hogy nem hosszú távra tervez, ugye? Mert de fél év múlva hajt ki az a tulipán. Na hát, de... szóval... számított, hogy még fél év múlva, is egyéb lesznek, így van. Gyönyörű. És hát ugye amire érdemes figyelni, hogy akkor, amikor például még egy fát ültetünk ugye a gyerekszületésén, és sokan azt mondják, hogy de gyorsan nőjön, de nem jó, mert ami gyorsan öregszik, az sokszor ugye gyorsan, hát le is él az életét, és roppant kellemetlen, amikor ültetünk egy nyírfát, ami mondjuk 20-25 évig ért, és a gyerek megy érettségére, és akkor végre megérti azt, hogy ezt neked ültettük, és már pont a vége fele jár a fal, ez kellemetlen. Egy házasságnál pedig különösen, hogy az emberek, ugye nők különösen szokták asszociálni, na hát akkor ennek is vége, nekünk is vége. Tehát mindenképpen inkább lassabban növő juharokat, tölgyeket, ugye, amit mindenki ismer, tehát érdemes a fajválasztásnál mondjuk szakember és segítséget. Ahova egy tölgyfa talán azért ott kinövi a kereteket. De vannak nagyon lassan növő növények, amiket még sziklakertekre, teraszokra, sírkertekbe, emlékkertekbe úgymond fejlesztette ki, vagy nemesítette ki. Tehát vannak olyanok, amik úgymond mindig mondjuk biztos ismerik az ilyen csüngő fákat, ilyen csüngő emberfát. Ezek ugye sosem növik ki azt az adott teret. Igen. Tehát ilyeneket igenis be lehet, és akkor lehet mondani, hogy ez a mi emlékfánk, meg ugye szoktak ilyet, hogy a házas pár összeházasodik, és akkor két fát ültetnek, és akkor hát ilyen anekdóták hozzám mindig visszajutnak, hogy de amikor meghalt a házaspár, nem tudom, 80-90 akárhány évesen, akkor először elpusztult az, amelyik a férnek lett ültetve. Na most, hogy ebben mi az igazság, azt nem tudom, de én de azért úgy hiszek benne, tehát el tudom képzelni, milyen, hogy ilyen van. Milyeneket lehet, milyen növényeket lehet konzerválni, mondjuk, szárítani? Ez is egy nagyon izgalmas kérdés. A férfi logika az azt diktálná, hogy persze jobb a cserepes virág, ugye? Mert az sokáig megmarad. De én azért arra rájöttem, hogy a hölgyeket azok, tehát igenis lehet motiválni azzal, tehát őket inkább az izgatja, hogy csak miattam, csak most mi lett levágva, meg mi lett behozva a kertbe. Tehát én azt gondolom, hogy igazából amikor komolyat ért, akkor a vágott virággal kell, és akkor hát bizonyos ilyen kisebb ünnepekre, vagy alkalmakra, vagy úgymond a szürke hétköznapokra pedig lehet cserepes növényeket vásárolni. De a vágott virága nagyon-nagyon hadd mondjak valamit, mi az én szerelem virágom? Egyik sem, amelyikről beszélt, az egy csokor erdei ciklámen, haláról szó se volt, hanem a szerelmünk kezdete volt, az első igazi randevunk. 21 éves volt, én meg 23. Igen, ahol Péter így benyúlt az akója belső zsebébe, és onnan vette elő az erdei ciklámen, az illata az orromban. Igen, most hoztam is ciklámen, és például a feng shui készültem, azt mondja a ciklámerről, hogy hát aki igaz, mondjuk igaz. Még ő az igen, tehát hogy aki most szingli vagy még keresi az igazit, az mindenképpen ciklámen tegyen a szobájában. Hát na, legyen így. Na most meg Judit már megtalált az igazit? Én meg. Megtalált az igazit, az nagyon igen, jó. Igen, akkor viszont egyet hadd kérjek, hogy kérdezzek Szabolcstól, csak halkan mondom, mert hogy a konyhában meghallják, hogy van itt egy 50. házassági évfordulóval készülő Ilonánk és Sándorunk. Én innen ellophatnék-e egy
vörös rózsát Sándornak, hogy majd ő adja oda az Ilonájának. Jó, akkor és az Ilonának pedig egy ilyen borostyán azért, azért viszek az Ilonának egy ilyet, mert ő 50 éve kibírja a Sándort. Péter is, te figyeld meg.